A papírlap mellett műanyaggal és fémmel bevont anyagra is képes nyomtatni a nyíregyházi Colorpak Kft. Új gépe. Egyedülálló technológiát telepített a cég egy sikeres pályázat kapcsán. Az eszközzel új lehetőségek nyílnak meg a 27 éve működő üzem előtt. A témával kapcsolatban pedig vendégünk a stúdióban Zsuk László, a Colorpak Zrt. Vezérigazgatója. Jó napot kívánok, üdvözlöm! Mennyiben másabb ez a gép? Miben tud újat? Miért különleges? Attól különleges, hogy sokkal hatékonyabban tudja előállítani ezeket a termékeket, mint azt valaki tudta ezt Magyarországon előállítani. A termékportfólióban sokkal különlegesebbet nem tudunk, mint eddig, de ahogy említettem, sokkal-sokkal hatékonyabban tesszük mindezt. A hatékonyság az mit jelent? Többet termel egységnyi idő alatt? Így van, ezáltal olcsóbb. Milyen termékeket tudnak előállítani ezáltal? Alapvetően a fő irány az a csomagolóanyaggyártás. Itt beszélhetünk papíralapú címkéről, tömörkartonról, illetve ezek különböző variációiról, amit említett a felvezetőben, hogy fémre, az ebben a formában így nem igaz, de fémmel bevont papírra ez így megállja a helyét. Tehát akkor vannak azért itt tárgyalatni különbségek. Ezáltal, hogy ezt be tudták szerezni, ezt a gépet, önök szerint versenyképesebbek is lettek a piacon? Mindenképpen. Úgy gondoljuk, nyilván az, amit meg tudunk csinálni, speciális termékek, azok ilyen niche marketek, úgy hívják, tehát ilyen szuper különlegesek, viszont egy olyan kategóriájú gépet sikerült meglépnünk ezzel a beruházással, amit a világon sehol nincs jobb. Azért ez nem egy olcsó gép, tehát az azért tényleg különleges. És igen, igen. Mely országok voltak képesek előállítani ilyen termékeket, vagy rendelkeznek ilyen gépekkel? Mert ugye arra vagyok kíváncsi, hogy ennek még milyen további következményei vannak. Magyarországon ez a gép teljesen egyedülálló, tehát ilyen nincsen senkinek, beleszámolva azokat a külföldi tulajdonú multinacionális csomagolóanyaggyártókat is, akik Magyarországon vannak. Azért azt tudni kell, hogy ők viszik itt a piacnak körülbelül a 80%-át. Úgyhogy úgy gondoljuk, hogy tőlük azért tudunk elcsípni dolgokat, amiket eddig nem tudtunk megtenni, illetve nyilván szeretnénk itt a környező országokban is megvetni a helyünket, vagy a lábunkat. Elsősorban egyébként természetesen Nyugat-Európa a főcsapás irány. Hol áll egyébként, ha a piacot nézzük, a Colorpak az összes többi hasonló céghez képest mértem? Termékportfóliót tekintve szeretném ezt jobban megvilágítani, hogyha a kartont nézzük, akkor mondjuk akiket én versenytársunknak tekintek, az mondjuk 6-7 cég, akkor ott az utolsók vagyunk. A papíralapú címkét nézzük, akkor meg az elsők. Ennek egyetlen egy oka van, hogy papíralapú címkét csinálunk most már 20 éve. Milyen termékeken jelennek meg ezek a papíralapú címkék? Mondjon, hát Eco konzerv, ugye ilyen nagyon helyi, vagy a szintén megyében van a Szatmári konzervgyárnak a címkéi, vagy említhetnénk a Bonduel termékeket, stb. Tehát ezekre a címkékre kell gondolni elsősorban. Tehát ezeket nagyon régóta, alapvetően erre lett létrehozva annó a Colorpak, viszont körülbelül 6-7 évvel ezelőtt jött egy olyan döntés, hogy a hagyományos nyomdaipari termékek, ami könyv, füzet, magazin, stb., azokat szépen lassan abba hagyjuk, és a csomagolóanyaggyártás lesz az, amire 100%-ban koncentrálni akarunk, és akkor ekkor elkezdődtek olyan fejlesztések, amik ezt lehetővé tették, és gyakorlatilag azóta foglalkozunk karton doboz termékek gyártásával is. Hát, amit talán a legnépszerűbb, amit gyártunk, az mondjuk a Helia D termékek, vagy a G, vagy most már Tungstram izzóknak a dobozai, és akkor tényleg itt is nagyon sok mindent, de gyártunk Mirelit pizza dobozt Hollandiába például. Ezért jó tudni, hogy ezen termékeknek van Nyíregyházi, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kötődése. Azt mondta, hogy a külföldi piacon is szeretnék megvetni a lábukat, lábaikat. Hol vannak konkrét tervek? Vannak konkrét tervek is. Jelenleg szállítunk
Romániába, Ausztriába, Németországba, Franciaországba, Hollandiába, Belgiumba és Nagy-Britanniába, kicsit Dániába. Szép, fejlődik, de még van még mire nézni. Ennek nagyon egyszerű oka van, a magyar piac túl kicsi ahhoz, hogy a növekedésünket fent tudjuk tartani vele. Tehát akkor még van benne potenciál, azt azért el lehet mondani. Abszolút. Azért néhány érdekességet áruljon el. Honnan szerzik be a papírt? Mennyire egyszerű, vagy nehéz ez a történet? Alapvetően nem annyira bonyolult ez. Alapvetően európai beszállítóink vannak. Magyarországról gyakorlatilag nem veszünk papírt, ennek nagyon egyszerű oka van, Magyarországon nem gyártanak papírt, legalábbis olyat nem, amit a nyomdaipar fel tudna használni. Szlovénia, Ausztria, Németország, Hollandia, Finnország, Svédország, és van egy kakukktojás, ő Indonézia. És a másik fontos dolog, amiről pedig beszélni kell, az ugye hát Nyíregyházában most már megjelent, hogy lassacskán munkaerő hiány van. Szakemberekben mennyire van hiány önöknél? Van. Abszolút. Ennek több oka van. Nem gondolom, hogy csak az az oka, hogy most olyan fellendülőben van a gazdaság, hogy sok helyre kellenek sok emberek. Nem csak szakember hiány van, hanem ember hiány is, akikből szakembert lehetne csinálni. Hát itt ugye az alapvető probléma, nagyon sokan, nagyon sok fórumon elmondják a szakember képzés. Én vizsgáztatok különböző helyeken diákokat. Nem túl jó minőségű, maradjunk ennyibe ez a képzés, úgyhogy ezért mi úgy döntöttünk nagyon sok évvel ezelőtt, hogy ezt megpróbáljuk házon belül megoldani. Először ezt ilyen nagyon autodidakta módon kezdtük csinálni, viszont a világban ez akkora probléma, most már nem csak nálunk, hogy erre nagyon komoly tudomány alakult ki igazából, hogy hogyan lehet cégeken belül olyan képzési programokat, képzési rendszereket kialakítani, amik életben tudják tartani a céget, és saját maga képes kitermelni a saját maga számára a megfelelő munkaerőt. Hányan is vannak önök? 80 plusz. Tehát akkor sikerült kialakítani egy képzési rendszert, egy belső képzési rendszert? Hát ez a jópap is holtig tanul kategória, tehát nem mernék ilyet kijelenteni, hogy sikerült, de nagyon sokat foglalkozunk vele, hogy ebbe az irányba tovább fejlődjön a cég. És akkor ez mit jelent, hogy ha felvesznek valakit önökhöz, akkor gondolom ezen a képzési rendszeren keresztül kell menni ahhoz, hogy 100%-ban alkalmas. Igen, ezt akarjuk kialakítani. Ez egy folyamat. Ez egy folyamat, abszolút. Ebbe vagyunk, ezt akarjuk kialakítani. Vannak olyan területek a cégnél, ahol ez működik, van, ahol nem, de az a cél így van, hogy gyakorlatilag egy kőművesből is tudjunk csinálni offset gépmestert x időn belül. Uh-huh, igen, tehát ez lett volna akkor a másik kérdésem, hogy milyen szaktudás vagy irányultság kell ahhoz? Vannak olyan szakmai előképzettségek, ami előny mindenképpen, ugye alapvetően ezek a műszaki dolgok. Volt egy nagyon sikeres programunk, körülbelül 5 évvel ezelőtt, akkor a bánkiból autóvillamossági tanuló gyerekek, azt hiszem mondhatom így, jöttek hozzánk, és igazából ketten azóta mai napig nálunk dolgoznak, önállóan mennek, sőt az egyikük a most a legújabb gépünkön már önállóan dolgozik. Bár részben beszéltünk a tervekről, de vannak-e még konkrét fejlesztési tervek? Abszolút. Annak ellenére, hogy ez a beruházás jó nagy volt, és igazából a Colorpak eddigi életének a legnagyobbja, ez ennek ellenére egy fejlesztési programnak az első lépése. Az első, de egy nagyon meghatározó lépése. Már az idén megtörtént, vagy igazából folyamatban van most egy ilyen nagyságrendű, ilyen 100 millió forintos fejlesztés. Ennek az előkészületei folynak, illetve szeretnénk középtávon továbbfejleszteni a feldolgozó kapacitást, a nyomdai kapacitást is, és egy olyan
két-három éves tervek között szerepel egy zöldmezős beruházás is. Tehát akkor nem csak a piac vár önökre, hanem önök is próbálnak a piacnak megfelelni minden további fejlesztésekre. Semmi más dolgunk nincs. Köszönjük szépen, hogy itt voltál. Köszönöm szépen a meghívást.